Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a lányokat. Én kérlek, Úr Jézus, hogy jöjjél el, jöjjél oda melléjük, és adj nekik békességet és örömet. Régebben ilyen drogos bandában voltam, tetszik, hogy akik így bíróztak, fereztek, meg ilyenek. Nem csak annyira emlékszem, hogy mentősök mondták, hogy meghaltam, és hogy újraélesztettek, harmadjára keltem fel. Ez a tábor lehetőséget ad arra, hogy mindentől megszabadulhatok, minden fájdalomtól, minden sebtől. Hiszed-e, Nia, hogy az Úr Jézus Krisztusnak egy terve van az életeddel? Basznál? Basszunk! Hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneidet? Igen. Itt vagyunk továbbra is, és Bazsik Ádámmal beszélgetünk a vadonatúj projektről, aminek a címe Nevelő. Mit lehet erről tudni? A javító. Nem figyelt. Javító? Nem. Javító? A javító. A javító. Akkor... A Vacsi új filmünk címe A javító. Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy egy budapesti lánynevelő intézetben tölthettünk el 2 évet. Na, még mielőtt bárki két évet fiúként, igen. Tehát még mielőtt bárki félreérti, tehát nem arról van szó, amire gondolunk, a budapesti Rákospalotai lánynevelő intézetben az egyébként kiváló pedagógiai módszertanon túlmenően egy nagyon különleges keresztény misszió is működik. Kerekes Szabolcs református lelkész jár be tulajdonképpen a lányokhoz, és kíséri őket, próbálja őket egy picit a valós életbe vissza, kicsit a társadalmi normál keretek közé vissza segíteni, illetve természetesen az Istenhez vezető úton is valahogy terelgetni őket. És az történt, hogy mi egy observatív, megfigyelésen alapuló dokumentumfilmet készítettünk az ő munkájáról, illetve azokról a lányokról, akikkel kapcsolatba kerül a misszió során, akik hát rendkívül sok teher, nehézség ellenére azért mégis igyekeznek változtatni az életükön, és igyekeznek hátrahagyni múltjukat. Egy megdöbbentően gazdagító 2 év van mögöttünk ebben a munkában, és hogyha minden jól megy, akkor idén ősszel, szeptember 26-án a Párbeszéd házában meg tudja nézni mindenki, aki kíváncsi erre a történetre. Azt mondd el nekem, hogy csináljátok azt, hogy az ilyen zseniális témákat így megtaláljátok, hogy a fületekbe jut, hogy van egy ilyen úriember, aki egy ilyen missziót folytat egy ilyen intézményben, és akkor így tulajdonképpen így tető alá hozzátok ezt a projektet is, hogy tudjátok megtalálni ezeket a témákat újra és újra? Bevallom őszintén, hogy mi nagyon sokat dolgozunk és szeretünk dolgozni, szeretünk ebben a misszióban ténykedni és proaktívan, progresszíven jelen lenni, de az is nagyon fontos és hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezért nagyon sok téma, én azt gondolom, hogy teljesen kegyelmi úton megtalál bennünket, és keresve sem találhatnánk jobbat. Ez a történet úgy jutott el hozzánk, hogy 2016-ban forgattunk egy filmet Manilában, ez volt a Faces of Love, és ezt a filmet egyébként vetítették bent az intézetbe, ahová meghívtak bennünket, hogy meséljünk erről a sztoriról, és tulajdonképpen a helyzet, a téma, a lányok, Szabolcs által vitt misszió azonnal magával ragadott bennünket, hogy ez egy olyan értékes pontja a keresztény világnak, a társadalmunknak, amit már mint Szabolcs misszió és Szabolcs munkája, amit meg kell ragadni, ezt meg kell nézni és meg kell mutatni másoknak. Egy olyan szelet szerintem a
nem is tudom, ezt így nehéz megfogalmazni, a kereszténységnek, vagy a missziónak, amivel biztos, hogy nem találkozunk a hétköznapok szintjén. Tehát, hogy azzal a kulturális valósággal, azokkal a nehézségekkel biztos, hogy nem találkozik szinte senki, aki jár ki az utcán, amely egy ilyen fiatalkorok börtönében, egy lánynevelő intézetben ott van, és kőkemény. És hogy ide becsempészni Krisztust, meg itt egy nagyon őszinte és tiszta elfogadással jelen lenni ezek felé, a lányok felé, na hát az egy döbbenetes valóság. Úgyhogy ez a film rendkívül izgalmas lesz, és rendkívül mély, azt gondolom. És nem is nek a misszió miatt, hogy ezt mutogatjuk, meg hogy a Szabolcs ott keményen dolgozik, és hűha, most ez nagy dolog, hanem mert tényleg ez néhány lányt tudtunk kísérni, akikkel Szabos dolgozik, beengedtek bennünket tulajdonképpen az életükbe, és ez a film megmutat valamit abból, hogy mi is az eredménye, vagy mi is a kimenete, a gyümölcse ennek a missziónak, hogy ezek a lányok valóban formálódnak, alakulnak, de hogy ez az alakulás nem egy ilyen bulvár cucc, hogy na hát akkor én megtértem, és akkor most úgy döntöttem, hogy megtértem, és akkor most minden jó, hanem hogy ahogy egyébként nekünk is, hogy minden pillanatban újra és újra kőkemény döntéseket kell hoznunk azért, hogy megmaradjunk ebben a döntésünkben, vagy abban egyáltalán, hogy az Istennel szeretnénk élni. Szóval hihetetlen kemény történet lesz, mindenkit várunk. Nehéz volt egyébként a szereplőket megtalálni erre, vagy rávenni arra, hogy így megmutassák ezt az átalakulásukat? Azt gondolom, hogy megtalálni nem volt nehéz, mert sok segítséget kaptunk az intézet vezetőségétől, nagyon-nagyon kedves hölgy segített ott nekünk, Erzsébet. Ezután is köszönjük neki, mert nagyon sokat köszönhetünk neki, a bizalmat köszönjük, hogy egyáltalán mi ott tevékenykedhettünk, alkothattunk szabadon, nyilván az adott szabályok és keretek között. Hát rávenni őket, igen, volt velük néhány beszélgetés, azért ők kockodtak ettől, hát milyen dolog ez, hogy most az egész életüket feltárjuk, meg kamera elé visszük, vagy a nézőközönség elé visszük, de talán azt gondolom, hogy ők is látják ennek az értékességét. Ez a film nem csak nekünk, kvázi most hogy fogalmazzam így meg, hogy kinti nézőknek, lesz izgalmas és értékes, hanem szerintem azoknak is, akik még most benne vannak ebben, és mondjuk egy ilyen büntetést töltenek, vagy a nevelésük folyik. Szóval látták ezt, és erre ők is igent mondtak, úgyhogy megy a történet. Nagyon kíváncsian várjuk, érdemes lesz tehát továbbra is figyelni a Shoeshine közösségi média felületeit, a shoeshine.hu-t és a Javító című új projektet. Így van, hamarosan a trailer is majd közkívánatra megjelenik, szóval szeptember 26, save the date! Save the date.